így, hogy a vita vége felé tudok hozzászólni, tudok én is reagálni néhány vitában elhangzott észrevételre. És ebben egy picit néha talán lehet, hogy vitatkozom az ellenzéki képviselőkkel is. Én nem értek egyet azzal az elvvel, hogy legyen minél több nagykövetség. Szerintem annyi nagykövetség kell, ami hatékonyan tudja képviselni Magyarország nemzeti érdekeit. Mert ha csak azért hozunk létre egy nagykövetséget, hogy oda az egyik haverunkat ki tudjuk nagykövetnek tenni, és egyébként onnétől kezdve soha többet ne halljunk annak a nagykövetségnek a munkájáról, akkor azt gondolom, hogy ez egy felesleges közpénzpazarlás. Hogyha viszont olyan nemzeti érdeket, vagy olyan gazdasági érdeket szolgál, ami nélkülözhetetlen, akkor azt gondolom, hogy természetesen érdemes növelni ezen nagykövetségek számát, hogy teljesen talán korrekt legyek, azt tudom mondani, hogy a mostani külügyminisztrum csinált ilyet is, meg olyat is. Tehát, hogy magyarul volt valóban olyan nagykövetségi létszám bővítés, ami szerintem is indokolt volt, de volt olyan is, amelyik nem, és talán így pontosan érthető az én hozzáállásom. Én úgy mondanám, hogy az, hogy most ez törvényben vagy rendeletben van szabályozva, szerintem az teljesen mindegy lenne. Valóban igaz az, hogy korábban majdnem a 80-85% ennek a törvénynek rendeletben volt, akkor is működött, tehát igazából az élet vagy a napi gyakorlat szempontjából tényleg mindegy, hogy ez most törvény vagy rendelet. De azzal egyetértek, hogy ha már hozzáfogtak ahhoz, hogy egy törvényt csináljanak, akkor érdemes lenne azt jól megcsinálni. És itt most nem csak arra gondolok, hogy 12-szer módosították már, azért 2016 óta az életakkorát nem változott, hogy ha tökéletesen csinálták volna meg ezt a törvényt elsőre, akkor ennyiszer kelljen hozzányúlni, ez akár szócseréket alkalmazva, mert hogyha szót kell cserélni, akkor valószínűleg az nem a világ változása miatt van, hanem lehet, hogy valami rosszul lett megfogalmazva. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy van szükség olyan törvényre, ami ezt a külszolgálatot és a külügyi kérdéseket szabályozza. Tehát alapvetően azzal, hogy ez törvényi formában legyen, és hogy ezt képviselőtársaim is elmondták, egyet lehet érteni. Azzal is vitatkoznék, hogy nem látszik a kormány külpolitikája, de pont az a baj. Nagyon is látszik a kormány külpolitikája. Már olyan értem, hogy a mi szempontunkból nézve az a baj, mert egy csomó mindennel nem értek én személyesen egyet, amit csinálnak. De nem látszana, ugye akkor nem tudnánk, mivel vitatkozni, akkor max azt mondhatnánk, hogy lusták, azt még nem csinálnak már valamit. Én azt látom, hogy pont sok olyat csinálnak, amit szerintem külpolitikaként nem szabadna csinálni. A nemzetközi kapcsolatainkat alapvetően rombolja, Magyarország nemzeti érdekérvényesítő képességét rombolja, és ez az állandó harc, amit a külképviseletek vagy a külügyminisztérium jelenleg képvisel, ez szerintem nem éri el a kívánt hatást. Magyar belpolitikai fogyasztásra kiváló, félreértés ne essék. Tehát itthon egészen biztosan megsüvegelik a külügyminisztert, amikor elküld mindenkit a csudába, amikor berendel különböző nagyköveteket, különböző sérelmekét, van, amikor ennek természetesen van oka és helye. De az, hogy éppen legutóbb az Amerikai Egyesült Államok megválasztott elnökét küldte el a csudába a külügyminiszter, az lehet, hogy nem feltétlenül rögtön segíti a magyar-amerikai kapcsolatoknak a kiépítését, és adott esetben számos más olyan nyilatkozatot is idézhetnénk, ami valóban magyar belpolitikai használatra egészen biztosan kiváló, de ha csak szakmapolitikailag nézzük, a Magyarország külkapcsolatai szempontjából nézzük, és ezáltal azért az érdekérvényesítő képességünk szempontjából nézzük, akkor szerintem valóban ennek a külpolitikának számos káros hatása van, és nagyon sokat rombolt Magyarország megítélése nagyon sok helyütt, amit természetesen a mostani külügyminisztérium soha nem fog elfogadni. Azt én is szeretném jelezni, mert nagyon sok diplomatát ismerek, hogy az, hogy a magyar diplomaták nem a hazájukat és nem a nemzetüket szolgálják, ezt nem merném állítani. Inkább az ellenkezőjét állítanám, hogy a legtöbben, és természetesen nem 100%, tehát ha a kritika úgy hangzik el, hogy vannak olyan politikai kinevezettek, akik nem az országuk érdekét, hanem a pártpolitikai érdekeket képviselik, akkor azt mondom, hogy ezzel egyetértek ezzel az állítással, vagy legalábbis, hogy ezt elé helyezik a dologhoz. Ha megengedő vagyok, akkor azt mondom, hogy azt hiszik, hogy ez a pártpolitikai érdek képviselte az nemzeti érdek, de alapvetően én is azt vallom, hogy a magyar diplomaták külföldön alapvetően a nemzeti érdeket képviselik, alapvetően azt a célt szolgálják, hogy az ország érdekét, az ország állampolgárainak az érdekét szolgálják.
És valóban van, amikor megnehezítik ezt a munkájukat politikai érdekből, de azért nem ezek a diplomaták a felelősök, hanem azok, akik ilyen politikai célokat vagy követelményeket állítanak eléjük, ők pedig hát nem tudnak más tenni, mint végrehajtják adott esetben ezeket az utasításokat. Én nekem is az a gondom ezzel a mostani javaslattal, valóban legutóbb tartózkodtunk a törvényjavaslat, az eredeti törvényjavaslat vitája után a szavazáskor. Pont ezekből az okokból kifolyólag, hogy szerintünk lehetne egy ilyen törvény, 85%-ban ugyanaz volt benne, mint egy kormányrendeletben. Igaz, hogy a maradék 15%-a szerintünk nem lett annyira jó, ezért tartózkodtunk. Most viszont nemet fogunk mi is mondani erre a törvényjavaslatra. Mégpedig azért, mert nagymértékben sérülnek a munkavállalóknak a jogai. Tehát azok, amiket itt több képviselő is elmondott, hogy kirendelhetik indoklás nélkül, nem kell megkérdezni az adott szemét arról, hogy hova rendelik át, ezek szerintünk nem elfogadhatóak. Én azt gondolom, hogy ez beleillik abba a tempóba, amit a magyar külügyminisztertől már többször láttunk. Nevezetesen, hogy legutóbb is úgy nyilatkozott, hogy ugye nem játszunk szakszervezetesdit a külügyminisztériumba, vagy éppen azt mondta, hogy senkinek nem engedélyes semmiféle home office-t, bárhogy is tomboljon a vírus, vagy éppen amikor kiszivárgásokról volt szó, már információ szivárgásról a minisztériumból, akkor az volt talán az egyik államtitkárnak a véleménye, vagy lehet, hogy a miniszternek magának, hogy úgy látszik, hogy nem rúgtak ki elég embert a külügyminisztériumból, hogy ezeket a szivárgásokat el tudják zárni. Tehát én azt látom, hogy a teljes szemléletmód egy ilyen katonai irányba megy el. Úgy látszik, hogy a miniszterelnök úrnak a stílusa ragadós a külügyminisztert illetően. Úgy gondolja, hogy ő is a honvédséget vezeti és katonaságot irányít, ezért azt gondolja, hogy tulajdonképpen ezek az emberek bábuk, és mint hadvezér, vagy kicsi hadvezér, vagy alhadvezér, nem tudom, hogy mondjam, ő is ugyanúgy játszhat ezekkel az emberekkel, és tologathatja őket a saktáblán, ahogy éppen kénye kedve tartja. Szerintünk ez nem helyes. Zsigmond képviselőtársa mondta, hogy sokat változott a világ. Bizony, sokat változott. Ma már vannak munkavállalói jogok például, amiket szeretünk képviselni baloldali pártként. Tehát ez nem elfogadható. Lehet valakit átrendelni, lehet valakit hazarendelni, sőt, néha kell is hazarendelni, mint ahogy láttuk a legutóbbi alkalommal akár egy pedofil nagykövetnek a példájából, hogy olyan jól végezték az Alkotmányvédelmi Hivatalban a munkát, hogy simán kiküldték nagykövetnek, olyan jól végezte az információs hivatalom munkáját, hogy nem tudták földeríteni azt, hogy a hivatali laptopján több tízezer pedofil képet tárolt ez a személy. Tehát igen, ilyenkor valóban gyorsan haza kell rendelni ezt az illetőt, de lehet hozzá indoklást tenni. Azért rendeltük haza, mert pedofil volt, és eddig nem tudtuk földeríteni. Tehát én azt gondolom, hogy az indoklás nélküliség és ez a katonai hozzáállás lassan már fegyvert is kell majd viselni a diplomatáknak a toll helyett. Úgyhogy mi ezért azt gondoljuk, hogy rossz irányba indult el ez a törvény. Lehetne jó irányba is vinni ezt a törvényt. Sokat lehetne javítani rajta, hogy lehetett volna a 11 módosítás és most a 12. módosítás kapcsán is, de ez most egészen biztosan nem sikerült. Ezért az MSZP nem fogja támogatni most ezt a törvényt. Amit Zsigmond képviselőtársam mondott, hogy ilyen gyorsan megszüntetnek valamit, és ez a múltat idézi, hát kár, hogy nem volt itt az elmúlt napok vitáiba, mert amikor az egyenlő bánásmód hatóságról vitatkoztunk, akkor ugye nehéz azt mondani, hogy fontos hatástanulmányok átgondolt, hosszú tervezés után, sok szakmai vita után nehezen, de meghozták azt a döntést, hogy beszántják az egyenlő bánásmód hatóságot. Ehelyett az történt, hogy gondoltak egyet, aztán pártpolitikai jogból, mert most passzol ez a homofób megközelítéshez, amit itt használnak különböző törvények kapcsán, ezért gyorsan ezt a hatóságot is beszántották. Nem kellett sokat várni képviselőtársam, egyik pillanatra a másikra megtették. Tehát, hogyha egy törvényt lehet változtatni, vagy ön szerint nem lehet változtatni egyik pillanatról a másikra, akkor valószínűleg ilyen döntéseket sem lehet meghozni. Sőt, olyan képviselőindítványokat sem érdemes tenni, ami 24 órán belül vernek át, vagy 48 órán belül a házon, amiben olyan módosítások vannak, amelyek alapvetően írnak át akár családok életét, vagy akár különböző gazdasági szektoroknak a működési feltételeit, csak azért, mert éppen valamilyen
pártpolitikai érdekük, vagy valamelyik barátaiknak az anyagi érdekeiben azt szolgálja. Úgyhogy ebben kioktatást maguktól egészen biztosan nem fogadunk el, hogy mit lehet és mit nem adott esetben egy törvénymódosítás kapcsán megtenni. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet!